Sokunk fejében él egy kialakult kép arról, hogy hogyan működnek az állatmenhelyek, hogyan végzik a munkájukat az állatvédő szervezetek. Többségünk viszont nem lát a gazdikereső bejegyzések és a segítségkérések mögé. Sok menhelyről az országban azt sem tudjuk, hogy létezik, pedig rengeteg állatnak jelentik a biztonságot. Sorozatunkban annak járunk utána, kik azok, akik fáradhatatlanul dolgoznak azért, hogy a kidobott, magukra hagyott állatok még egy esélyt kapjanak az életre, mi áll a Magyarországon kialakult állatvédelmi helyzet hátterében, és persze annak is, mi a mi felelősségünk mindebben. Ebben az epizódban a Lelenc Kutyamentő Egyesület munkáját mutatjuk be.